teszed. Országszerte 3000 helyszínen gyűjtik a hulladékot az önkéntesek. Páratlan párlatok találkozása. Elkezdődött a Brillante 2019 pálinka és párlatverseny zsűrizése. 10 millióval támogatták az ütősportágat. Felújítják a Kórház utcai teniszcentrumot. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Immár 8. alkalommal indult útjára a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akció. Országszerte 3000 helyszínen szemétlerakók, természetvédelmi övezetek területén gyűjtötték a szemetet az önkéntesek. Békés Csabán a BSC Szent Györgyi Albert gimnáziuma és kollégiuma diákjai saját környezetüket tették rendbe. Nekünk oda a kerítés mellé, ott is sok szemét van. A Szent Györgyi Albert középiskola 2013 óta minden évben a teljes létszámával csatlakozik az országos szemétszedési akcióhoz. Ilyen alkalmakkor, amikor így kijövünk, ugye a gyerekek ilyenkor megszokják azt, hogyha szemét van, azt föl kell szedni. Ezért, amikor ők már egymás között vannak, kint vannak az udvaron, akár testnevelés óra vagy a szünetek keretében, akkor ők egymásra is rászólnak, hogy légy szíves, amit eldobtál, szedd föl, vidd ki a kukába, ott van tőled két lépésre, és ez már azt hiszem, hogy ennek a nevelésnek az eredménye. Diákok a közvetlen környezetükben, az iskola, az ebédlő, a főiskola és a buszmegállók környékén szedték össze a szemetet. Az iskolában az év folyamán máskor is szerveznek szemétszedési akciót. Szokott ugye lenni ősszel a garabonciás napokkor, a kolbászfesztiválkor, meg amikor ilyen programok vannak a csarnoknál, és ugye olyankor áttévednek ide az emberek, elszórják a szemetet, garabonciás napokkor rengeteg szemét összegyűlik, és ugye olyankor szokták így megszervezni ezt a teszeddet, és ugye az osztályokat felosztják, hogy ki melyik részt takarítja, és a osztályon belül meg elosztjuk, hogy ki mit csinál. Az iskola diákjai közül vannak olyanok is, akik saját lakóhelyükön is rendszeresen összegyűjtik a szemetet. Páran összeszerveződünk és elmegyünk, egy-két utcát megnézünk, szemetet szedünk. A Teszed elnevezésű országos akcióhoz március 24-éig bárki csatlakozhat. 5 milliárd forintból ismét pályázatot hirdet a pénzügyminisztérium a mikro, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására, jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, a kettől induló pályázat révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely jöhet létre Magyarországon. Mint mondta, a pályázat kiemelten kezeli a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévőket. A pályázók ugyanis kiegészítő támogatást is kapnak, amennyiben kiközvetített álláskeresőt, közfoglalkoztatottat vagy 6. életévét be nem töltött gyermeket nevelő nőt foglalkoztatnak. Március közepén európai szintű ellenőrzést hirdettek Magyarországon is. Békés megyében a rendőrök 155 alkalommal intézkedtek biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a TISZPOL minden évben több nemzetközi ellenőrző akció végrehajtását végzi. Tavaly nyáron például a sebesség ellenőrzésre fordították a hangsúlyt. Teljesen korrekt volt, számítottam rá, ugyanis a TV, rádió mindenhol ezt közölte, hogy fokozott ellenőrzés lesz. Én ebben nyugodt vagyok, mert alkoholt nem fogyasztom, ez a munkaköröm. Az európai szintű ellenőrzés során ebben az évben először március 11-e és március 17-e között a magyar rendőrök fokozott figyelmet fordítottak a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak előírásszerű használatának ellenőrzésére. Ezeken a napokon az akció során 155 olyan járművezetővel, illetve utassal találkoztak, akik nem kapcsolták be a biztonsági övet. Egyébként a túlnyomó többségük járművezető volt, 138-an úgy vezettek autót vagy tehergépkocsit, hogy nem kötötték be az övet, a többiek utasok voltak. Továbbá három alkalommal gyermekbiztonsági rendszer, egy esetben pedig bukósisak használatának elmulasztása miatt intézkedtek a rendőrök, tette hozzá a Békés megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. A Nébik új ingyenes kiadványt jelentetett meg, amely a kutyák örökbefogadásához nyújt átfogó segítséget a felelősen gondolkodó gazdáknak.
A Fogadj Örökbe útmutató célja, hogy fejlessze a hazai állattartási kultúrát. Egyúttal arra is ösztönzi a felelős állattartókat, hogy négylábúak választásakor inkább az örökbefogadás mellett döntsenek, hiszen sok kutya vár gazdára a menhelyeken és a gyepmesteri telepeken. A Csabai Állatvédők Egyesületi titkára megkeresésünkre elmondta, támogatják a kiadványt és a benne leírtakkal is egyetértenek. Gubis Katalin beszélt a tapasztalataikról is, ugyanis jelenleg nagyon kevés kutyát fogadnak örökbe. Elmondása szerint míg néhány évvel ezelőtt havonta akár 34 lábút adtak örökbe, addig mára ez a szám megcsappant. Véleménye szerint ez az Egyesület örökbeadási szabályainak szigorításával is összefügg. Gubis Katalin hozzátette, azt tapasztalják, hogy a kutyákkal nem mindenhol bánnak családtagként. Az állatvédő azonban minden felelősségteljes gazdát az örökbefogadásra bíztat. A menhelyi kutyák örökbefogadása esetén elsősorban az örökbefogadónak a lelke az, ami abszolút pozitív irányban fejlődik, azáltal, ha megment egy menhelyi kutyát. Mert ha megment egy menhelyi kutyát, annak a helyére is szoktuk mondani, jöhet a következő. Mert a menhelyek befogadó képessége nem végtelen, mint ahogy sokan gondolják. Közel 1200 mintát neveztek be a Brillante 2019 pálinka és párlat versenyre. A 24 főből álló zsűri kedden kezdte meg az érzékszervi bírálatot, amely során különböző szempontok alapján értékelték a magán- és bérfőzetők, valamint a kereskedelmi főzdék termékeit. A verseny eredményét a 20. Gyulai és Pálinka Fesztiválon hirdetik ki. Az Alma, Körte, Vilmos és Birs párlatok értékelésével kezdődött ma el a Brillante 2019 pálinka és párlatversenyre érkezett minták bírálata. A 24 tagú érzékszervi zsűri azt vizsgálja, hogy a termék illatában, ízében tiszta-e, mennyire érezhető rajta az alapanyagként használt gyümölcs karaktere. Emellett a textúrát és az összbenyomást is pontozzák. Egy mintát azt legalább 5 ember kóstol meg. Tehát van egy úgynevezett normál bizottság, ők önállóan lebírálják a pálinkát, és hogyha 2 pontnál nem tér el jobban a bírálati eredményük, akkor csinálnak egy konszenzusos véleményt. Velük párhuzamosan még 2 ember függetlenül értékeli, ők az úgynevezett gyorskóstolók, ők szöveges bírálatot nem készítenek róla, csak egy sávba besorolják. Az úgynevezett száraz próba bíráló pedig a pohárban maradt illat alapján dönti el, hogy a termék érdemes-e a minősítésre. A bíráknak nincs könnyű dolga, hiszen az idei versenyre összesen 1182 minta érkezett. 996 minta érkezett a magánfőzők és bérfőzetők megmérettetésére, és 196 pedig a kereskedelmi főzdék versenyére. 3 napon keresztül folyik majd a bírálat. Az első 2 napon ugye kiválasztják az aranyezüst és bronzérmes tételeket, míg a 3. napon pedig a nagy díjak, a champion díjak, a grand champion díjak kerülnek kiválasztásra. A Brillante 2019 pálinka és párlatverseny eredményeit a 20. Gyulai Pálinka Fesztiválon április 12-én és 13-án hirdetik majd ki. 10 millió forintból újul meg a kórház utcai teniszcentrum Békéscsabán. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 100%-os támogatásból korszerűsítik a lelátókat, a pályavilágítását és a locsolórendszert is. A kórház utcában található teniszcentrum az 1920-as években épült, és jelenleg összesen 6 pályával üzemel. A klub szakemberei már elkezdték a szokásos tavaszi felújítást, a támogatásnak köszönhetően pedig a nagyobb korszerűsítési munkálatok is elindulhatnak. Kandelábereket meg szeretnénk egy kicsit emelni, árbocokat ráépítetni, és több fényvetővel ellátni ezt a 3 pályát, hiszen a meglévő világítással nagyon nehézkes a tenisz, hiszen elég sok az árnyékos terület. Ez lenne az egyik leglátványosabb és a leghasznosabb ebből a pályázati pénzből. A támogatásból korszerűsítik a liget felüli lelátót és felújítják az automata locsoló rendszert is, tette hozzá az Egyesület elnöke. A klub vezetése emellett új pályakarbantartási eszközök beszerzését is tervezi a közeljövőben.
igyekszünk minden labdajáték infrastruktúra hátterét javítani, így meg, hogy vissza nem térítendő támogatást kaptunk az EMI minisztériumtól, talán ez nagyon fontos kötelességünk is. A teniszt nem olyan nagyon sokan játsszák Békés Csabán. Én bízom abban, hogy a megújult teniszcentrum lehetőség lesz olyanok számára is kipróbálni ezt a nagyszerű játékot, akik eddig nem próbálták. A hamarosan elinduló felújítási munkálatok a pályák működését nem zavarják. A teniszcentrum előreláthatólag április elejétől várja a sportolni vágyókat. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!